A Szerencsi Rendőrkapitányság működési területén az idei esztendő első 3 hónapjában a korábbi évekhez hasonlóan alakult a közlekedési balesetek száma. A tél végén ugyan előfordultak még kisebb anyagi károkkal járó ütközések, azonban 2011 első negyedévében nem sérültek meg többen Szerencsen és a környék útjain. A rendszeres ellenőrzések, a szigorú büntetések a járművezetőket a szabályok betartására ösztönzik. Ez bizonyítja, hogy a balesetek okozói között nem volt ittas gépjárművezető. Nagyon-nagyon pozitív képről számolhatok be. Az első 3 hónapunkban olyan baleset, amit mi helyszíneltünk volna, sérüléses baleset, nem volt okozónk ittas állapotban. Ez már egy nagyon szuper és pozitív dolog. Viszont ehhez hozzá kell tennem, hogy jelentősen emelkedett a forgalomból kiszűrt ittas vezetőink száma, úgy a gépi meghajtású, mint nem gépi meghajtású járműveknél. Bár a nem gépi meghajtású járművekről még csak elenyésző számban lehet az első 3 hónapban beszélni, ugyanis most jött el a jó idő, amikor tulajdonképpen ezeket a kétkerekűeket előveszik a polgárok és kezdenek közlekedni velük. Az elkövetkezendő időszakban a kerékpáros balesetek megelőzése érdekében egy összehangolt, országosan elrendelt, fokozott közlekedési ellenőrzés sorozat végrehajtására kerül sor. Ennek, ahogy mondtam, a célja azt megelőzni, hogy minél kevesebb kerékpárosunk sérüljön meg a közutakon, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy ők a legvédtelenebbek tulajdonképpen a közlekedésben. Na most ezt két oldalról kell megközelíteni, egyrészt a kerékpárosok oldaláról, másrészt a közlekedés egyéb résztvevői, gépjárművezetői oldalról. A kerékpárosoknál mindenképp szeretnénk arra kitérni, hogy igyekezzenek betartani ők is a közlekedés szabályait, főként gondolok itt a világítással, a láthatósági mellény viselésével kapcsolatos szabályokra, illetve a gépjárművezetőket is úgymond hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy megjelentek ismételten a kerékpárosok a közutakon, és ez egy fokozott balesetveszélyt, fokozott odafigyelést igényel az ő részükről. A kerékpárosok esetében sajnos korábbi évek tapasztalata az, hogy elég sok esetben úgymond megteszik, hogy szeszes italt fogyasztanak és így közlekednek. Igazából lehet, hogy sokan nincsenek is talán még ma sem tisztába vele, hogy kerékpárral közlekedni közúton nem lehet úgy, hogy valaki szeszes italt fogyasztott. Amennyiben befolyásolt állapotban közlekedik, akkor egy kiemelt, súlyosabban büntetendő szabálysértést követett el, de akár egy pohár ital elfogyasztása is már egy kisebb fokú szabálysértést valósít meg, ami természetesen a megfelelő jogkövetkezményt, úgymond büntetés, szabálysértési bírságot von maga után. Az elmúlt éves statisztikai adatait figyelembe véve 2009-ben 11, míg 2010-ben 5 esetben volt okozója balesetnek a kerékpáros. A helyes közlekedésre való nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni. Ezt a célt szolgálják a rendőrség különböző vetélkedői, amit elsősorban az általános iskoláskorú diákoknak szerveznek, vagy azok a kampányok, amelyek a járművek és hajtóik láthatóságára irányulnak.